Hogyan vagy, hogy jobban tetszik, miért lettél író? Miért lettem író? Hát van erre egy történetem, most az elmesélem, viszont így van, neki zseniális. Jó, hát igazából kettő fő motivációm volt, az egyik, hogy van egy nővérem, és ő írt verseket hamarabb, mint én, és én kis testvéri feltékenységből kezdtem el írni. És a másik, ami főleg nagyon hatott arra, hogy író legyek, az pedig az, hogy az iskolában tanultunk 5. Petőfi Sándorról, azt tanultuk, hogy egy fiatal magyar költő volt, aki írt egy ebeszélő költeményt, a János Vitézt, és ettől Lecsapás országosan híres költő lett. Aztán egy évvel később 6. Arany Jánosról tanultunk róla, azt tanultuk, hogy Arany János egy fiatal magyar költő volt, aki írt egy ebeszélő költeményt, a Goldit, és ettől Lecsapás országosan híres költő lett. És nekem ez nagyon megtetszett 12 éves koromban, hogy kell írni egy elbeszélő költeményt, és az ember Lecsapásra híres ember lesz. Valószínűleg úgy, hogy akkor ezért írtam, gyakorlatilag az első versem egy elbeszélő költemény volt. Nyuszika az volt a címe, és aztán megírtam a Nyuszika szerelmet és a Nyuszika estéjét is arra nyárosan elszabadon, úgyhogy egy ilyen eposz trilógiával kezdődött a költői pályám, és abszolút egyértelműen az volt a célom, hogy, országosan híres ember legyek lehetőleg. Ezt az elsővel nem sikerült elérnöd, de utána úgy gondolom, hogy ez minden további nélkül megtörtént. Szép lassan. Fordítani vagy írni szeretsz jobban? Ez igazság szerint változik. Régebben jobban szerettem fordítani, mert hogy akkor azt mondtam, hogy az már valaki megírta, és akkor nekem azt már csak úgy újra kell fogalmazgatnom, és én is szeretek írni. Pláne verses dolgokkal, rímekkel, ilyesmivel, de nincsen mindig olyan mély magvas mondani való, amit úgy tudnak mondani. De most már sokkal többet fordítok, már így már csak én megélhetőből is, és akkor ahol már amiatt most már úgy jobban szeretek írni, de ha meg többet tudnék írni, akkor valószínűleg a fordítás hiány. Tehát az jó, hogy egyensúlyban vannak, annak tudok a legjobban. Még mindig sokan megkeresnek az érettségi tételük kidolgozásával? Nagyon igen, viszonylag sok ilyen levelet szoktam kapni, főleg a Facebookon, hogy segítsek a rólam szóló érettségi tételt kidolgozni. Meg egyszer egy negyedőrvet is kaptam egy érettségi előtálló diáktól, hogy engem húz és megújít belem, akkor megkeres és kihívja. Ez felemelő, vagy inkább zavaró tényező az életedben, hogy érettségi tétel lettél? Hát vicces, mondom, hát, hogy nem, olyan napi szinten úgy nem érint, maximum így az ilyen megkeresések, meg hogy meséljem el, hogy miről szól egy verses könyvem, és akkor a zavarba vagyok, mert nem tudom elmesélni, érzelmesélni, miről szól egy verses könyvet. De hát nyilván. Tehát azt gondolom, hogy az szerintem egy jó dolog, hogy kortárs irodalom is van az érettségiben, meg azt gondolom, hogy amiket én olyanokat próbálok írni, amik olyan barátságosak, meg könnyen érthetőek, és akkor talán tényleg a fiataloknak, az érettségiző korosztálynak mondjuk könnyebb olvasmányról szól. Olvasmány vagyok én, és ez itt valami régi klasszikus, ugye ennyiben szerintem ez klassz. De úgy gondolom, hogy minden költő a saját lelkületét írja meg. Tehát amilyen a mentalitása, a személyisége, azt tükröződik vissza a versében, költeményében. És ez szerintem már teljesen igaz, mert nekem mindig egy nyitott, őszinte, közvetlen ember volt, és én nekem versében. Formálódik a szívdeszerthez hasonló kötet? Az hasonló? Mert miért szemben? Hát... Amit felnőtteknek. Ja igen. Szeretnék ilyen létrehozott költeményeket írni. Poétikát, meg hazafiasták költeményt, meg kitvesi verseket, amiket ilyen komoly költőknek írni kell, úgyhogy igen, szép lassan, de íródik. Szerinted hány év vagy hány kötetre van szükség egy költőnek, míg megtalálja a saját hangját? Hát szerintem ez nagyon változó, van, aki rögtön az első versében már kipattant egy fegyverzetbe, és aztán egész hétvégén ugyanolyan hangon ír, mondjuk nem tudom, Máté Lajos jut eszembe, akinek nagyon fiatalkori időskövesség pont ugyanolyanok, és vannak, akik meg ugye örökre mindig változnak, mindig korosan, de minden között egészen más, és hát van olyan is, aki nem biztos. Én például mondjuk néha ezzel a saját írásére kevésbé lát rá, de én például nem tudom, mennyire van ilyen sajátos hangon, hát én pont azt szeretem, hogy között, hogy lehet kudickolni, meg mások hangjait kölcsönbenni, meg ilyesmi, de szerintem ez változó. Melyik volt a legfurcsább kérdés, amit író-olvasó találkozón kaptál? Hát én sokat filmek gyerekeket, és nagyon furcsákat szoktam kérdezni. Legutóbb azt kérdezték, hogy szeretem-e a Nutellát. Nagyon sokat kérdeztek olyat, mint amelyek nincs közel a kötszet. Volt-e már eltörve a kezem, meg tudok-e énekelni, ilyeneket szoktak a gyerekek kérdezni. Úgyhogy sok furcsát kérdeztek. Mi alapján döntöd el, hogy melyik könyved, melyik kiadónál jelenjen meg? Hát... Általában a magnetők kiadónál szoktak megjelenni nekem nagy örömömre, és nagyjából ami ilyen mondókás kötetnél megjelentett, kifejezetten ilyen kisbaba korosztálynak, ami mondjuk nem célközösség magnetőnek, azok jelentek meg a manók, de amiknek néha visszatér szintén ilyen
ugye gyerek kiadó, tehát igazából én hűséges, magvetős szerző, és szeretném is maradni. Utolsó kérdésem a szokásos, mit olvastál utoljára? Mit olvastam utoljára? Ez a múltkor is zavarban jöttem, el kell gondolkodni, mert általában többet olvasok egyszerre, meg inkább verseket, és aztán el is felejtem. Úgy nem pedig nyilván itt. Hát kisvakon. Kisvakonat olvastam, mit olvastam, ami kicsit is komolyabb. A Karamazov testvéreket olvastam, most így, mert az nekem kimaradt régebben. Köszönöm szépen a beszélgetést.